Nyírbogát és Kisléta közösen pályázott a szennyvízhálózat kiépítésére, összesen több mint 2 milliárd forint Európai Uniós támogatást kaptak, a 106 millió forintos önerőt hazai pályázatok segítségével sikerült 0 forintra csökkenteniük, a két település között szennyvíztelepet is építettek. Kislétán kb. 10 kilométer szennyvízhálózat épült, 10 átemelővel. A jelentősége igen nagy ennek a szennyvízhálózatnak, ugyanis nagyon megoldatlan volt Kislétán a szennyvíz elvezetés és tisztítás. Valójában a régi hagyományos szennyvízszállításos módszerrel, folyékony hulladékszállításos módszerrel, tartályautóval, szippantóautóval oldottuk meg eddig a szennyvíz elszállítását, viszont ez sok veszélyt is rejtett magában, mármint nem magának az elszállításnak a módszere és a ténye, hanem az, hogy az emberek nagyon sokat kiengedték olyan helyre, ahová ezt nem lett volna szabad. Hasonló beruházások a térség több településén is megvalósultak, tette hozzá Simon Miklós országgyűlési képviselő. A térségben jelen pillanatban 14 településen épült, illetve épül a szennyvízhálózat. Ilyen formán jócskán 60%-os lefedettséget elértük. 32 településből egy olyan 20-21 néhány településen működik szennyvízhálózat, és ebből, mint mondottam az előbb, 14 településen most az idén fejeztük be a szennyvízhálózat kiépítését. A zárórendezvényen Simon Miklós hozzátette, a két település most vált igazán európai településsé, a befejeződött beruházás környezetvédelmi és infrastruktúrális szempontból is előnyös Nyírbogát és Kisléta számára.